Gyerekkorom nagy kedvence volt a dominózás. De nem a társasjáték, amikor így össze kellett illeszgetni, hanem amikor így letetted, és így pupuk, és eldőltek. Ki ne imádna dominózni? Én imádtam. És itt egy pálya, ami arról szól, hogy dominóznunk kell. Megcsinálták. Hogy hogyan, fogalmam sincsen, de nézzük meg. Elvileg, go, one! Ennyi, meg van csinálva, és akkor így... Domino, domino, domino. Mit csoda? Go, one! Mi? Domino. 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 Jó, oké, hát köszönjük szépen, ez remek volt. Azt nem tudom, hogy vajon én is rakhatok itt le dominókat, vagy ezek itt föl vannak építve, aztán ő ledől magától, mert szerintem ez gyakorlatilag ennyi történik, nem? Go! Hogy... Ten! De miért? Tényleg? Erről szól a játék, hogy... Domino, domino, domino. Domino, domino, domino. Tényleg erről szól a játék, hogy így megnyomom, és akkor... Go! Ten! És akkor ledől. 700 forintba került ez a map. Csak úgy mondom nektek, csak úgy sneakyben mondom nektek, hogy... Domino! 700 forintba került. Vannak instrukciók. Na nézzük azokat az instrukciókat. Domino! És mindenhol vannak instrukciók. Domino! Menj már! Domino. De nem bírom! Domino, domino, domino. Nem bírom, miért van mindenre ez a hangeffekt, hogy domino, 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 domino. Oké, na nézzük ezt is. Várjál, itt hát ha lehet. Spawn player domino. Ez mindegy a player domino. És akkor így hogy döntöm el? Oh my god! Ja, hogy így kell eldönteni. Oh, na, akkor mi is tudunk dominót építeni? És amúgy mennyire tudjuk ezt így elütni egymástól? Tehát, hogy ezt ide tesszük, nem így, persze. Mondjuk rossz irányba dőlt el, na mindegy, oda se neki. Mondjuk innen meglökjük. Hát ez nem úgy működik, ahogy én ezt... Nem úgy működik itt a dominó dolog, ahogy én azt elterveztem, ez így annyira nem fán. Én azt hittem, ez fanabb dolog lesz, hogy a dominókat így kell eldönteni. Várjál, nézd. Na, ezt akkor így nem is tudom megütni, és ez miért forog? Akkor most hogy tudom ezt elindítani? Na, várjál, megtaláljuk mi a módját. Itt van. Go! Win-win-win-win-win, Jack-win-win-win-win! Mi ebben a kíván? Így, hogy a dominókat eldöntöm. Nem értem. Domino, domino, domino. Go! Win, 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 win. Én értem, hogy el kell érni egy bizonyos mennyiségű pontot, de... Nem látom így az értelmét. Go! Ó, hogy ez így is domino. Van, hogy mikor kell elütni, hogy pont úgy pörögjön, érted? Figyeld! Go! Go! Domino! Így, és akkor itt úgy kell megütni, hogy pont domino. Akkor, de és akkor hogy tudom azt ott megütni, hogy pont akkor álljon oda? Ez így, és akkor ez most így hogy működik? Mert ez nem ugyanolyan ritmusban forog, mint az. Tehát soha nem lesznek úgy, hogy pont jó, nem? Tehát, hogy... Go! Mondom. Domino! Go! Mondom én. Domino. Ledölt. Ledölt, ott dölt. 100. 100. Aha. Na hát ez is sikerült, jó, hát legalább volt benne valami kihívás, és ezek miért állnak itt föl ezek a dominók amúgy, ezek itt, miért kezdenek el, és miért pörögnek még a földön fekve, és visszaállnak a dominók, mi a fene? Go! Ten! Oké. Hát érdekes egy pálya, nem tudom, hogy ebből milyen videó lesz így. Mert nem nagyon látom ennek így a lényegét, hogy igazából mi itt a lényeg. Viszont... Hoppá. Ezt lehet nem kellett volna. Aha. Go! Ha. Go! Ne, mindegy, visszamegyünk, nem baj. Szóval, hogy nem nagyon látom így az értelmét. Azokat mit csinálnak? Ott dölnek le a dominók. Go! Domino! És... Domino, domino, domino.
Kicsit zűrzavaros ez a pár. Nem tudok szóhoz jutni, az a bajom. Megmondom nektek az őszintét, hogy egyszerűen nem nagy... Mi ez? Oké. Okay. De egy átventük rajta. Ott még ugráló dominók is vannak. Van mindenfajta dominó, 700 forintot kiperkeltem ezért a pályára. Szóval most már megnézzük. A nagyszerű, ez olyan jó dominózás. Ilyen jó dominózás lesz. Gyönyörűen feltette egy ilyen tengerpályára. Hát igazából ezt úgy nézem, hogy ez csak így körbe megy. Ez igen. Érdekes maga a koncepció, hogy a dominók hogyan dőlnek le. Hogyan csinálta meg. De azért valljuk be, hogy az eső elered. Nem lehet ezt valami? Szóval, hogy ez egy nagyon jó játék eddig. Én élvezem minden egyes másodpercét. Például itt le tudunk menni a mélybe. Mit rejtett nekünk a mély? Mit tartogathat? 2773 ponton van. Survivor-ködni is tudunk. Ez igen, ezért megérte szórni a pénzt. Ú, de jó, hogy ezt nem nektek kell, srácok. Hát ez nagyon jó ez a pálya. Figyelj, itt úgy kell időzíteni, hogy a dominó, amikor felugrik. Go! Domino. 5000 pont. Go! Win, win, win. De 10000-et kaptam. Ez ilyen lutri, ilyen szerencsejáték, hogy mikor érdemes megnyomni, meg mikor nem. Figyeld, itt pörögnek a dominók. És hogyha egyszer eltaláljuk... De ez szerencsejáték, hát ne szórakozzál már, hát... Go! Én nem fogom megnyomni, hát ez mindössz 10000-be kerül. Ugye? Nem, ez több! Több! Ez 100000, mi? Domino. Ja nem, jó, oké, megnyugodtam. Go! Hát mondjuk odáig el eljutott. Domino. Majdnem meg lett. Domino, go! Hogy lehet, mert nem fog kijönni soha úgy a lépés? Hát soha. Go! Jó, ez hagyom is, ez hülyeség. Nem fog kijönni soha úgy a lépés, hogy ez jó legyen. Hát hogy? Hát ő se gondolja komolyan. Go! Go! De, és... Go! Sikerült. Million! Az 1 millió sikerült, de ez a béna, ez a... Mi ez? 100000-es? Ez nem. Mindegy, meglett. Meglett. Éljen. Domino! Go! Ebben mi volt a nehéz? Azt nem tudom, de ezért mondjuk már pont sem járt. Figyelj, de ez nagyon jó lesz, már most érzem, hogy ez nagyon jó lesz. Szuper lesz, figyeld. Na, ide nézd, na most eldöntjük. De jó volt! És így gyűjtjük a dominókat. Ja, hogy abból lesz a dominó. Értem. Hogy azzal akkor kapom a dominó. És akkor most kapni fogok 1 millió dominót. Aha, oké. Megvártam volna, még odaadja. Megvártam volna, még végig passzolja nekem a dominót. Csak az a gond, hogy semmi értelme a játéknak. De ezzel el lehet lenni évekig, én mondom. Hát ez egy olyan játék, zseniális. Ezért megérte, ez 700 forint, na nézzük mindjárt ezt a 700 forintot, mennyire fogom kihasználni ezt a 700 forintot, amit költöttem erre a pályára. De hát hogyha már itt van, videót kell belőle csinálni. Erre. Úgy lehet, hogy nem is fog működni ez, amit elterveztem. Nézzük. Gyerünk, hagyd szóljon. De úgy működött, leszámítva, hogy nem az elejét ütötte meg, hanem a hátulját. Hát ez... Egy pénzt elkölteni. Szuper volt. Ilyen jó volt ez a pálya. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez nagyon... Mindenkinek csak ajánlani tudom. Dominózzatok. Én szerettem dominózni eddig. De ez a pálya, ez lelombozott. Jó, vigyázzatok magatokra, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok föl, a leírásban pedig elérhetőek a nagyon menő képregényem, tovább a könyveim. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!